Mindenki elment vadászni. Igen. A gyerekek várják oda-haza, hogy kihozza haza a, nem tudom, a antilopot, az elejtett antilopot, amit ma este meg fogunk enni. Tehát jön haza anya, jön haza apa, és az anya vállán van ott az antilop. A nemi szerepek az állatvilágban egyértelműek. A hím oroszlán növesz sörényt, és nem a nőstény. A tyúk pedig nem depressziós, amiért ő tojik tojást, és nem a kakas. Az emberi történelemben a nemi szerepek és elvárások hosszú ideig nem jelentettek központi kérdést. De a modern kor beköszöntével ez alapvetően megváltozott. Ma egyáltalán nem egyértelmű, hogy kinek kell kiporszívózni a nappalit. Ó, de hogy nem! Mint ahogy az sem, hogy ki keres többet a családban. A folyamat pedig odáig jutott, hogy a gendervita már nem is arról szól, mik a férfi és női szerepek, hanem arról, hogy léteznek-e egyáltalán férfi és női szerepek. Hölgyeim és uraim, vigyázat! Minden kezd összekuszálódni. Mit lát a gyerek a barlangban, hogy anya hozta az antilopot? Vagyis lehet, hogy anyának kéne vadászni, apa meg jobban a tüzet őrizni. Igen. Nem, mert nem ezt várja a gyerek se, és a feleség se. Tehát a hiába adott soha a nő. De hozza az élet sokszor, nem? Ezt hozza, de ez nem azt jelenti, és itt jön az, hogy sajnos a férfiakkal szembeni két elvárás, az egyik az, hogy versenyezzenek, legyenek olyanok, mint régen, menjenek a mamutér, stb. Ez az egyik, a másik pedig, hogy abszolút legyenek igazodóak, tiszteljék a nő egyenrangúságát, stb. Ez nem jól van, nem jól oldjuk meg, mert hogy a nő, ha egy férfi nem hozza haza a mamutot, akkor ezt leértékelő kommunikációval veszi, és azt mondja, hogy na hát már ezt is én csinálom. Nagyon intelligensnek kell ahhoz lenni, hogy a 21. században és pszichológiailag cizellátnak, ezt a kettősséget egy férfi és egy nő is jól tudja szolgálni. A hagyományos nemi szerepek változása nehéz és vitatott folyamat, ami pro és kontra hatalmas érzelmeket generál. Párbeszédet és vitát alig, veszekedést annál inkább. A kérdés ráadásul alapvetően a nők helyzetére és szerepére fókuszál. Uraim, velünk mi lesz? Mi csak figyelünk csendben. Férfiak nagyon elrejtik az igazi vágyaikat. Nem mondják ám el a csalódásukat. A nők jobban elmondják? Igen. Vagy, jobban, vagy kevésbé tudják titkolni? A nők hajlamosabbak a most kihányok magamból minden. Egy ember minél több dolgot visszatart, annál könnyebben betegszik meg. Azért Magyarországon a 40 és 60 éves kor között 7-szerte több az özvegy nő, mint az özvegy férfi. A fiúk túl sok mindent legyenek, és ezért belül pusztítják magukat. Így van. Férfiak körében ugye, ha az evolúciót nézzük, akkor mi egy állandó versenyhelyzetben vagyunk egymással. Így van. És ugye milyen fura szituáció, hogy a nőnek nyilvánvalóan nem mondjuk el, hiszen hát ő érte versenyzünk. A férfinak meg azért nem mondjuk el, mert meg vele versenyzünk. Így van, kinek mondjam el vétkeimet, ugye szokták mondani. Na, ilyenkor kellenének a nagyon-nagyon jó öreg klubok, ilyenkor kellenek az öreg emberek. Akiket most egyébként nem becsül már a mai társadalom, erről hiszen a digitális kompetenciák korszakában az idős ember tudása vagy bölcsessége nem mondja értékes. Én emlékszem arra, amikor még anyám azt mondta, hát menj át, beszélj Pista bácsival. Ezt vele beszéld meg. Mint ha már a férfi szerepek, meg a női szerepek, és különösképpen a férfi szerepekről van szó, hogy azt már nem lehet megtenni, hogy menjünk át Pista bácsihoz, és beszélgessünk Pista bácsival, mert Pista bácsi nincs már. Igen. Nincs már a faluba Pista bácsi. Mit lehetne tenni akkor a férfiaknak az ügyben, hogy és mi az a közeg, ahol mondjuk a modern kori férfi beszélhet arról, tehát gyengének, megmutathatja gyengeségeit, na, és nem kell neki folyamatosan páncélok mögé bújnia. Azt nem mondhatom, hogy pszichológushoz, de egy jó személyiségfejlesztésbe bele lehetne bonyolódni. Egy olyan ember, aki tényleg titokgazda. Mert ez titokgazda kell, hogy én elmondjam, hogy úgy félek, mint az állat, hogyha villámlik. És mégis ott állok az ablaknál, hogy lássa a gyerekem, hogy én milyen bátor vagyok. Mi férfiak tehát folyamatosan versenyzünk. Úgy tűnik, erre vagyunk kódolva. De valljuk meg, az igazi cél nem is egymás felülmúlása, hanem a nő meghódítása és elkápráztatása. De mit is várnak a nők? Olyan férfire vágynak, archetipikusan, aki olyan értelemben van fölöttük, ahogyan a bölcsesség, a biztonság, a szerető, ezüsthátú hím biztonsága van, tehát egy ilyen apai archetipusként vágyakoznak, kislánykoruktól fogva, ez benne van. Közben természetesen nem gondolják, hogy ők értéktelenebbek. Én is azt érzem, hogy egy nőnek egyenrangúnak kell lennie. Amit nem érzek, az az, hogy egy nőnek férfivá kell válnia.
A nemi szerepek változása számos magánéleti konfliktus forrása is. Egyre több a vállaltan szingli fiatal, és ma már több a szingli férfi, mint a nő. Hoppá! Ha mégis párkapcsolat vagy házasság jön létre, azok fele válással végződik. Talán emlékeztek még a Harcosok klubjában a jelenetre, amikor a főhős arról beszél, a mi generációnkat nők nevelték fel. Lehet, hogy egy elapátlanodott generáció kötelező módon el is férfiatlanodik? A nevelés roppant fontos, nem mindegy, hogy milyen nevelést, milyen példát adunk, meg hogy mennyire marad meg a férfi szerep. A férfi szerepnél a legnagyobb problémát én abban látom, hogy nincs meg a férfiaknak az a szabadsága, hogy a gyerekeikkel foglalkozzanak. A férfiak túlterheltek, alig tudnak a gyerekekkel foglalkozni, és nem tudnak egy igazi férfi példát mutatni a gyerekeiknek. Attól tartok, a nők is túlterheltek, de be most nem menjünk bele. Visszatérve a témánkhoz, a versenyző férfi számára a mai világ elhozta a történelem egyik legveszélyesebb kihívását, a versenyző nőt, aki simán lehet, hogy jobb is nálunk. Szerintem nagyon sok férfi küzdhet azzal, hogy mondjuk a párja az sikeresebb az életben, és mondjuk azt látja a férfi, hogy ez azon a vertikális tengelyen, amiről beszéltünk, hogy a férfiak számára mennyire fontos, abban fölötte teljesít a nő. Így és ez nem feltétlenül irigység, vagy nem feltétlenül valamiféle nőkkel szembeni himsovinizmus, ezek szerint egy olyan érzés, ami azért revolúciósan kódolt egy férfiban. Egy nő bármire őszintén boldogan büszke a férfiben, hogyha cserébe biztonságot és szeretetet kap. Vissza kell adnunk a férfi értékét, ez a 21. század feladata. Nagyon jó, legyen egyenrangúság, igen, törvény előtt, választójogilag mindenhol. Gazdaságilag, pénzügyileg. Így van, de vissza kell adnunk a férfi tisztességét. A nemi szerepek változása a 21. század egyik kulcskérdése. A vita elől pedig nem lehet elfutni, ahogy a gender vita elől sem. A baj az, hogy az egyik oldalon elszabadult feministák, a másik oldalon meg ókonzervatív struccok vannak. Úgyhogy ha valaki beleszáll ebbe a vitába, hatalmas kockázatot vállal. Az egyik oldal fasisztázni, a másik oldal meg buzizni fogja. Mondjuk nekem ebben már van tapasztalatom. De ami a lényeg, hogy az értelmes vita nagyon-nagyon hiányzik. És hogyha van, akkor is jobbára a nőkről szól. Hogy mi lesz velünk férfiakkal? Nos, a jövőben veletek együtt erre is keresem a választ.